Na sziasztok, boldog új évet mindenkinek, boldog karácsonyt, és most bemutatom a kocsi gyorsaságát, hogy milyen gyorsak, ugye aki látta már első részt, a másodikat azt inkább nem rakom bele, mert az necces lenne, mert ugye itt épp szőnyeg van, itt így, és itt pont nem mennek a kocsik, és azt inkább kivágtam azt a részt. És most meg fogom nektek mutatni, hogy ez egy vicces rész lesz, mert megmutatom, hogy milyen gyorsak a kocsik. Itt van ugye a Porsche, amit láttatok a első részben. Ezt megfordítjuk, bekapcsoljuk, várja, hol van, nem látom a gombot, így. A Bugatti, és képzeljétek, egy távirányítóval működik, egyel. Mind a kettő, nézzétek! Nézzétek! Látjátok? Bocsánat, hogyha túl hangos, csak mondom, a első rész, vagy a második részt ki kellett vágnom, mert az nem sikerült volna olyan jól. Ugye gondolom, ezt a állítót itt ismeritek, ezt lehet itt állítgatni, de azt ne állítsátok el, mert az, hogy hogy álljon a kerék meg, hogy tudja a driftelni, ugye tudjátok, mi az a drift. Ezekkel itt most ne is törődjetek. Írjátok meg kommentbe, illetve, hogy melyik kocsi tetszik a legjobban, és melyik számotokra a gyorsabb. Megmutatgatom most itt a kocsit. Komoly, írjátok meg kommentbe, komoly, hogy melyik kocsira gondoltok, hogy melyik a leggyorsabb. Ha a Bugattira, az nem baj, én nem is tudok meg, nyugodtan bármelyikre nyomjatok egy kommentet, és ugye ne felejtsetek el lájkot nyomni, lájkoljatok, hogyha tetszett a videó, illetve iratkozzatok fel. Sziasztok, én Kanosa voltam.